Hétvégén kezdődik a bajnokság tavaszi fordulója. Hogyan sikerült a csapatnak az elmúlt időszak felkészülése? Igen, január elején kezdtük a felkészülést. Sajnos többen bajlódtak kisebb-nagyobb sérülésekkel, illetve betegséggel. Ezért nagyon egyben a csapat nem tudott készülni. Az elmúlt két hétben már jöttek vissza a játékosok folyamatosan. Az ehetünk már úgy néz ki, hogy az egész csapat harcba tudott állni, úgyhogy most már teljes létszámmal tudunk készülni a hétvégi PIK Szeged elleni mérkőzésünkre. Játszottunk ligakupa mérkőzéseket, ezek is a felkészülés jegyében teltek. Ezeket szerencsére sikerült megnyernünk, így sikerült tovább jutnunk a ligakupában, de itt ugye nem játszhattak a külföldi játékosaink, ezért beiktattunk egy Balatonfüred elleni edzőmérkőzést, és igazából a Szeged elleni meccsünk is még a felkészülés jegyében telik. Hogy látod kapuszszemszögből, a védekezés mennyire van a topon? Ősszel nem volt ezzel probléma, mi várható a csapattól tavasszal? Úgy érzem, hogy a védekezésünk a stabil volt ősszel, és ugyanezt várom el tavasszal is. Kollár Tomi nagyon jól irányítja a védelmet hátulról. Azt gondolom, hogy az érkező Zlatko Horváth is nagyon jól bele fog illeni ebbe a védekezési rendszerünkbe, mint a nyitottba, mint a hatos falas védekezésünkbe, úgyhogy bizakodó vagyok a tavaszra nézve. Milyen eredménnyel lennél elégedett a következő időszakban és a szezon végén? Hát mindenképpen minél több meccset megnyerni, illetve azt, hogy itt a elkövetkezendő két hónapban biztosan sikerüljön megcsinálnunk a bennmaradást, és utána pedig tényleg csak előrefele nézve, minél több meccset megnyerve, akár felkúszni a 8.-10. pozícióig.